A vádlott szerelmi kapcsolatban volt a sértett nővel, aki 2021 tavaszán elhatározta, hogy véget vet a viszonynak. Ezt közölte a vádlottal. A férfi egy áprilisi napon az esti éjszakai órákban a sértettel együtt annak lakásában volt. Vitatkoztak, majd reggel a vádlott gépkocsival elment. A férfi nem tudta feldolgozni a szakítást, ezért elhatározta, hogy végez a sértett nővel. Gázolajat szerzett, azt kannában visszavitte a sértett házához. Mikor megérkezett, a nő az ajtóban állt, a vádlott odament hozzá, leöntötte gázolajjal, és egy öngyújtóval meggyújtotta a sértett ruházatát. Az lángra kapott, a lángok hamar átterjedtek a sértett felső testére is. Igyekezett azt eloltani, de a vádlott próbálta ebben megakadályozni. Végül a nő be tudott menni a házba, és ott a fürdőszobában kézzel és vízzel eloltotta a lángokat. Kérte a vádlottat, hogy értesítse egyik barátnőjét. A vádlott eleget tett a kérésnek, elment a barátnőért, és őt elvitte a sértett nőhöz, akit később barátnője szállított kórházba. A férfi bántalmazásától a sértett a teljes testfelszín, mint egy 35%-át érintő, másod-harmadfokú égési sérüléseket szenvedett el. Azokkal összefüggésben gyulladásos, fertőzéses szövődmények, szeptikus állapot, többször szervi elégtelenség alakult ki. Ezek a kezelések hatására rendeződtek. A nő közvetlen életveszélyes állapotban volt, sérülései akár halálát is eredményezhették volna. A vádlott cselekménye előre kitervelten, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberülés büntette kísérletének megállapítására alkalmas. Ez a bűncselekmény 10 évtől 20 évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő. A vádlott és a sértett 20 és 30 év közötti fiatal. Az eset Tolna megyében történt, azonban elfogultsági bejelentést tettek, ezért a Baranya megyei főügyészség emelt vádat. Ha az előkészítő ülésen elismeri bűnösségét a férfi, akkor az ügyészségi javaslat szerint 10 év fegyházbüntetésre ítélhetik.